No, tehát azért gyűltünk itt össze, mert régen Covid előtt úgy nézett ki, hogy gondolt egy ember egy nagyot, kiment a repülőtérre, naponta 2-3 is indult Tájföldre, felszállt, eljött és nyaralt. Na most ez egy picit komplikáltabb lesz, és a mai nap főszereplője János, aki megküzdött, de szó szerint megküzdött Tájföldért, nem kicsit, és az ő történetét szeretnénk átadni azoknak az embereknek, akik most a július 1-es nyitás után egészen októberig élnek ezek a szabályok, akik úgy gondolják, hogy meg tudják ezt csinálni, amit Jánosunk végig csinált. Úgyhogy te jössz azzal, hogy mikor jött a gondolat, és mi történt. 2019-ben jártam én Tájföldön, és akkor valóban ugyanígy, csak felugrottam a útlevéllel, leszálltam, és gyönyörű élményben volt részem, csodálatos szép ország, csodálatos emberek, rengeteg fotót mutattam a telefonom is, amit láttatok. A fiamnak annak idején itt volt az esküvője, 6 évvel ezelőtt, lehet 7, most már nem tudom. A feleségem is 2-szer volt itt Tájföldön azóta, ő ajánlgatta, én esküszöm, nem szégyenem, megmondom, akkor még a térképen sem nagyon tudtam, hogy hol van Tájföld, és előtte Ázsia mind olyan egyforma volt, kicsi kínai, és de akkor egy olyan szerelem alakult be, ki bennem, hát rengeteg azok a csodálatos templomok, hát nem is tudom. Nyár. Arról nem is beszélve, mondjuk életemben nem imádkoztam annyit, mint az idő alatt. És mikor rákattam a honlapra, Hungarian Center, micsoda jó, még nyelvi problémáim is leszűkülnek, más az, aki... Gondoltad, hogy a magyar központban beszélnek magyarul? Hát feltételeztem, hogy talán törik, ugyan... Törik, egy kicsit. Jó, én nem tudom megítélni most se, hogy a dolog. És akkor felvettem a kapcsolatot a srácokkal, mindent átott szedték, a szobát kiválasztottam, mindent. Pont boldog vagyok, hogy itt csináljuk ezt a amit, amit ugye feleslegesen sajnos, mert hogy majd később a filmből ki fog derülni, hogy miért nem tud János csak 2 hét múlva itt lenni. Ide jönni, de örülök, hogy a riport itt készül, mert minden olyan, mint ahogy, sőt. Élőben minden másabb azért, akármilyen jó fotókat is csinálsz. Jött az ötlet, beletöröttem, hogy csak előbb úgy lehet, és csak Phuketra, de hát még soha nem fürödtem a tengerbe. Minden vágyam, gondolom a mai napig is jól úszok, én úsztam fiatal koromban, de még tengerbe sose. És minden vágyam az volt, mondom, megy a fene azt a 7 napot valahogy kibekkelem, és addig csak a szigeten lehet szétnézni, meg minden. Igen, ugyanis eszkozáltam. Arról van szó, hogy legelőször arról volt szó, hogy 7 napig kell karantén hotelban lenni, aztán ezt módosították az SHA pluszos hotelra, de hát szintén és majdán változtatták 14 nap SHA pluszos hotelra, viszont már nem karantén, de aztán közben kiderült, hogy mégiscsak van 24 óra karantén. Amiről senki nem beszél, és sehol nem közölték. De ne ugorjunk tényleg ekkorát az időben, tehát tényleg térjünk át arra, hogy amikor te nekiálltál ennek az egész dolognak, akkor milyen papírokat kértek tőled. Május 14-én meg is vettem a repülőjegyet. Hát ez volt az első lépés, hogy megvetted a repülőjegyet. Igen, mindenhova. Úgy, hogy tele voltunk össze-vissza információkkal, igen, hogy egyáltalán létre fog jönni ez a tájföldi nyaralás, mert az sem volt még biztos akkor, hogy nem fogják visszamódosítani a dolgot, de te bíztál abba, hogy ha megveszed a repülőjegyet és végigjárod az összes mindenféle hivatalt és papírt, akkor el fogsz tudni. Első nekifutások, ugye a két Covid-teszt,
jó, hogy Pfizert kértem, mert itt azért problémák vannak az orosz, és hiába itt is Sinovákkal oltanak, úgy tudom, és még itt is problémák. Az oroszt nem fogadják el egyelőre, és fölmerült egy olyan is, hogy a Sinováknál nem lesz elég a kettő, hanem a három, de ezt még nem fogadták el, még egyelőre kettőnél vannak. Tájföld akarja a harmadik oltást. De még ez nincs megszavazva, ez csak szó beszél. Nem turizmus és ilyesmi, tehát az a lényeg, hogy akinek a két oltása megvan, neked megvolt a két oltásod. Hát mert alapfeltétel. Így van, sőt, a 14 nap is lejárt, amire indultál volna. Igen. De innentől kezdve, fiúk, minden nap más információ, mindenki más mondott. Titeket állandóan nyomon követtelek, pappak, ugye lájkolom is biztos láttátok, de a tájinfótól kezdve, meg az összes expattáj, meg nem tudom kik vannak, és fordítgattam csak a programot, tehát mindenki mindig újabbat, a döbbenet kiült az arcomra, minden, amikor átnéztem a nettet, mondom, Jézus Máriám, mondom, mit találnak ki már megint. Kitalálták akkor, hogy angol nyelven kell a oltási lap a két oltásról, elsőről is a másodikról, magyar nyelven. Igen, ezt már egyébként most, úgy tudom, Magyarországon automatikusan úgy adják ki az orvosok, hogy nemzetközileg is jó legyen. Tehát most már... Én normális világban így képzelem el, csak ott is minden lassul halad, borzasztó nehezen. Nálunk otthon talán inkább azt szeretné a miniszterelnök, ha őt követni Európa meg a világ, ő nem akar beletörődni abba, de nem akarok politizálni, hiszen a nyaralás nem arról szól, hogy itt politikával ronts el valaki a szórakozását. Túlestem a izin. A remények folyton. Aztán, hát mondom, ez hihetetlen. Akkor nem elég ez. Esté víza. Vízumot kell kérnem. Jézus Máriám, hát a döbbenet kiült az arcomra. Azt se tudtam, mi az. Lapozgottam, utána néztem. Akkor a végén már... Egy pillanatra itt hagyd szakítsalak meg, tehát itt ugye arról van szó, hogy... Egy cigit megengedtek? Természetesen. Magyarországról Tájföldre utazni most már hosszú évek óta semmiféle vízumra nincsen szükség. Bárki az érvényes útlevelével felül egy repülőgépre eljön, és az kap egy 30 napos érvényesítő pecsétet, tehát 30 napig itt lehet. Én azt itt közben megsúgom mindenkinek, hogy ezt a 30 napot egy újabb 30 nappal meg lehet hosszabbítani, tehát aki hosszabb nyaralást szeretne, mint 30 nap, akkor ezt még mindig meg lehet hosszabbítani. De ekkorát ne menjünk most el. Úgyhogy itt arról van szó, hogy most viszont visszaléptünk egy nagyon-nagyon régi múltba, amikor újra a nagykövetségtől kell egy papír, hogy te eljöhessél egyáltalán ide. Ez na így jött sorba. Na most hogy... ez a nagykövetséges papír adott neked jó néhány ügyintézni való dolgot, tehát egyszer ugye az, hogy a két oltáson az meglegyen, a 14 nap lejárjon, és ezen kívül mit kértek még tőled? Először ez a vízum dolog volt. Próbáltam, telefonon mondom, érdeklődök a követségen. Ott csak egy robot kapcsol be, bemondja, hogy türelmét kérjük, minden dolgozónk elfoglalva van, próbálkozzon később. Egy olyan két hétig minden nap bemondta ezt nekem, hányszor hívtam. Ez a követségen. A konzulátust is próbáltam oda még, e-mailt is írtam, semmiféle válasz. A telefon senki fel nem veszi. Nem frissítették a honlapjukat, egyik se. 2011-es... Nem is mertünk, picit hagy védjen meg őket. Érthető, hogy nem mertek, mert mi sem mertünk. Hiába kaptuk meg itt a tévében a napi információkat. Nem mertük bemondani, nem mertük elmondani, nem mertük a Facebookon közzétenni, mert másnapra ez megváltozott, vagy ha nem másnapra, akkor harmadnapra, és az egy nagy égés lett volna a magyar központnak, hogy mi azt mondjuk, hogy ezt így kell csinálni, és utána három nap múlva pedig már nem úgy kell csinálni. Igen, mert komolyan vesznek benneteket, és hiteles, amit mondottok. Én is erre támaszkodtam, hogy hiteles embereknek tartottalak benne.
majdnem minden videótokat láttam, mindent elolvastam, amit írtok, tehát itt nem fényezni akarlak benneteket, de ez valóban így van. Köszönöm. Nem beszélve arról, hogy ilyen segítséget, amit tőletek kaptam, ezt máshol sehol nem sikerült volna, de majd visszatérek rá, ahogy haladunk tovább. Jó, legyen ez a CEO, azt se tudtam, mi a jó Isten ez, a beutazási kérelem. Hát mondom, mi problémám lehet? Tehát büntetve nem voltam, bűnöző nem vagyok, engem nem köröznek, hát másik. Kellett-e erkölcsi bizonyítványt? Nem kellett. Nem. De én valami ilyenre gondoltam, hogy a magyar hatóságnál biztos utána néznek, hogy na, ez a farang, ez nem ezt szökni akar, vagy mit, valami olyan dolog, de no, nem. Megcsillant a remény, online is kitölthető, tehát nem kell személyesen időpontot kérnem a követségen, és úgy, és nem tudom mi. Hát mondom, ez világi jó. Persze a döbbenet akkor ült megint az arcomra, hogy angol és táj nyelven lehet kitölteni. Na most tájul tudok három szót mondani. De leírni, nem? Nem, azt nem változtam. Ábrázoló geometria nem megy. A angolba, hát amit tudtam, meg fordító programmal kitöltögettem, szólok a lányomnak, gyere segíts, hogy ezt hogy kell érteni, vagy mit ír ide, tök egy pillanat alatt. Beszél angolul, és már az iskolában is azt tanulta, megint piros izékkel visszadobja, hogy nem fogadja el. Nem. De ahányszor azt kitöltöttük azt a lapot is, de konkrétumot nem ér, csak a 11-esnél, a zöldnél, a zöld pipánál az frankó, yes, ahol a piros, nem. Édes jó Istenem, hát mik a hibák ott? Például a telefonszámnál, hogy nem 00, hanem plusz 36, a magyar számot úgy kell betöltöm, de van, akkor az is ki lett javítva. Állandóan visszadobtad, de ezt ha nem játszottuk el 3 hétig, akkor nem is túlzok, fiú. Nem mondom, nincs más. Azt hiszem beszéltünk is erről, hogy menjek föl a követségbe. Én szerencsés, meg Budapesten lakom, de ha valaki Győrbe lakik, Debrecenbe, Sopronba, az hogy szaladgál oda föl? 9-től 12-ig van. Félfogadás csak délelőtti órákban kiírva minden. Egy ilyen keddi napon fel is mentem, egy táj nő várakozott kint a férjével, alá pontosan 9-re mondom első között, azt hittem, olyan nagy tolongás lesz, vagy valami a követsége. Nem, mondja a tájnő, hogy majd 10 órakor nyit a követség. Ha nem vicceljen, csöngetek mind a két helyen, a vizumnál is, a másik bejáratnál, sehol senki. Tényleg 10 órakor felülről kinyitott egy nő az ajtót, int ez a tájnő, hogy menjek én is be, vele jó volt, mert klimatizált volt a helység, minden. Két ablak van, egy táj és a magyar. Magyarnál le volt engedve a redőny, a tájnál ez a nő ottan elcsivíteltek valamit táj nyelven, valami, nem tudom, mit ki kellett neki, vagy milyen papírokat intéztek. Kérdezem ennek a nőnek, leírtam oda egy papírra, és ez a COE, hogy ez majd a másik ablaknál, és nem beszélt magyarul a nő. Hát mondom, is sem megvárom, 10:30 körül jött a belibent a magyar. Kellemesen csalódtam ebbe az emberbe, mert tényleg maximálisan, és így utólag látom, hogy miért is, maximálisan megtett mindent, és segítőkész volt az egész dologba. Azt mondja, mert a nagykövet úr így, a nagykövet úr úgy, na mindegy. Átnézte a papírokat, minden meg, az égvilágig minden megvolt, mert a legnagyobb probléma az, előre vásárold meg a repülőjegyet, előre közd meg a 100 000 dollárról a biztosítást, előre fizest ki a hotel. Itt egy pillanatra hagyj szakítsalak meg, tehát ugye szintén egy beutazási feltétel, most július 1-től októberig, aztán valószínűleg októberben ez már törölve lesz, de ezt nem tudhatjuk előre, hogy mindenkinek kell kötnie egy 100 000 dollári fedező biztosítást,
amit a biztosítók különböző árakon csinálnak meg. Most János, te egy hónapos biztosítást kötöttél, főleg nem mondjuk a biztosítónak a nevét, tehát biztosítóhoz elmentél, és megkerested a legjobb áru lehetőséget, és ott neked ezt sikerült megkötni, ha jól tudom, akkor 2700 körüli batért, tehát 27 000 forintért kaptad meg. Az 100 000 dollári az COVID-ra táj... is, COVID betegségre még is többre, érvényes. Mint a tájbiztosító, mert 40 millió forintról szól ez a biztosítás, tehát annyit fizet ilyen esetben. Az egyik tájbiztosító 80 valamennyi 1000 forintot kért volna, mert ott forintba jelenik meg nekem. A másik 72 000, még hát mondom, beletörődök, van egy hasonló magyar biztosító is, sőt ugyanaz a neve, csak más, de nem akarom reklámozni, és akkor akadtam rá, teljesen véletlen, ahogy ott szörfeztem a gépen, erre a biztosítóra, Újpesten lakom, nem messze van tőlünk ez a biztosító, és már olyan kétségeim voltak utána nézni, tényleg létezik, tényleg évek óta működik minden, soha nem hallottam erről a biztosítóról, és mondom, bennem az van, hogyha valami olyan túl szépnek tűnik, hogy az egy csoda, hogy az szinte igaz se lehet, az általában nem szokott igaz lenni, ez volt a kivétel. A legnagyobb megdöbbenés. Hát olcsón, megkaptad, megkötötték, pillanatok és el is fogadták a követségen. Angol nyelvű adnak mellé, ugye a magyar nyelvű, angol nyelvű is, hogy miről szól, mert ezek. És ezt is mellékelni kellett a beutazáshoz. Igen, feltétele ennek. Az ég egy világon mindent. Nem beszélve a repülőtársaság, a Katar, amiket kér, orvostól, hogy repülésre alkalmas egy ilyen igazolást, aki gyógyszert szed, akkor ilyen gyógyszerkiviteli engedély, és akkor azokból még többet fénymásoltam a biztosításból is, meg a kétszeri oltásnak a papírjából is. Nem tudom, hogy el is vettek-e ott belőle a reptéren, vagy nem. Még akkor a követségnél maradunk, mert ott... Egy pillanatra még gyorsan a biztosításhoz. Annyi kérdésem lenne, hogy a biztosításnak a papírjait a követség már kérte, vagy csak Thaiföld az mindent, érkezéskor? Mindent. Mert a követség kérte. Mindent akkor. Kér, ezeket kéri a... Azt tudod, online kell úgy kell feltölteni, hogy mindent le kell fotózni is, és volt, mikor visszadobta, hogy túl kicsi a fotó, nem lássa. Hát tudom, ki lehet nagyítani, hát mi az, hogy nem tudja. Tehát utólag van ez, amit majd mondani akarok, hogy ez mind időhúzásra ment, mert egyszerűen nem tudtak róla a követségen. Sehol senki, hogy mi lesz a végleges döntés. Az az érzésem, hogy innen azt mondták, hogy Ácsi, majd ha ők szólnak, akkor lesz belőle valami. Ez a magyar ügyintéző, aki a követségen van, a maximálisan olyan messze menőkig elment ebbe a dologba. Az utazásem előtti nap, mert már csak a Covid-tesztet kellett volna, azt a PCR-tesztet, RT-PCR-tesztet megcsináltatni. A PCR-tesztet továbbra is 72 órával igen, az indulás előtt érkezés. Ez a gond. Tehát a tájföldi érkezés, ami még azért úgy lássuk be, hogy egy 12-14 óra, ugye repülés, átszállás és így tovább. És annyi a kidolgozás ennek, 15 óra PCR-tesztnek a... Tehát az érkezéstől visszaszámolva 72 órán belül kell, hogy elkészíts egy PCR-tesztet Magyarországon. Igen. Hol tudtad ezt elkészíteni, hol kérték ezt? Újpesten lakom, mondtam az előbb, említettem, és ott a... van egy kis Tesco, mi úgy hívjuk, egy Tesco áruházhoz, és vele szemben van, régen Praktiker volt, most nem tudom, valamelyik ilyen nagy áruház, és annak a parkolójában van egy konténer felállítva. Ahol csinálnak ilyen tesztet, és rögtön adnak is. Mert nekem ez volt a legközelebb. A rögtön adnak róla papírt az odébról? Rögtön? A kis sorszámomat. És akkor levette a csaja dóromból, dorkomból ezt a mintát, és 15 óra, míg elkészül.
és akkor kapom meg, de az elképedésem akkor is az volt, gondold el, 11.40-re jött értem a transfer a reptérre, és azt mondta, hogy reggel 8 körül küldi e-mailbe. Tehát már ott is volt egy... Egy idegfeszültség, még akkor fölhajtani a rokonságot, zaklatni, hogy nekem a töltsele nyomtassa ki, ezt is több példánkban a biztonság kedvéért, mert otthon nekem tréje az a nyomtató, nem tudtam bele megoldani a nyomtatást, meg a gyerekeim, fiatalok jobban vágják ezt a dolgot, mint én az egészben. Na, nagy kő esett le a szívemről, akkor végre ezt is sikerült elintéznem. Igen, de ezzel egyidejűleg fellépett egy óriási probléma, ugyanis ugye kellett neked foglalni, te szerettél volna itt nálunk lenni. Ja, de hát SHA, ez volt a... De csak SHA plusz minősítéses szállodákba lehet lenni. Igen. Tehát már eleve, mivel hogy ez apartman ház, tehát innentől kezdve vendégház, nem is jogosult ilyet még csak kérni sem. De nem is ez az érdekes most, hanem az, hogy ugye neked segítettünk, hogy elkészüljön egy foglalásod, de még egy pillanat, még hagyj fejezzem azt a részbe, mert egy nagyon-nagyon lényeges dolog kimaradt, amit el akarok mondani. Hogy az utazásom előtti este, még a nagykövet úr újra visszalöki nekem a CEO beutazási engedélyt, mert én a Bookingon keresztül kötöttem a foglalást, hogy az nem jó. Egyenest a hotel küldje el nekem, hogy miért bízik jobban a tájban, mintha van közt egy közvetítő. Az ég egy világon, nem tudom. És ekkor kezdődött egy hatalmasnak kálvária nekem. A e-mailben, hát azt elérni a hotelt nem lehet. Unokámat zaklattam megint. Hát akkor nagyot mondok, azt mondom, hogy perfekt, de én számomra, aki nem beszél, nagyon jól beszél angolul. Fölhívtam a hotel Tájföldön, és a ottani recepciós lányal beszélt. Elmondta, hogy miről van szó. De hogy nem, és ad egy másik táj telefonszámot, amit persze ugyanúgy, mint a követségen, föl nem veszi senki, csak kicseng, aztán megszakad. Akkor ebben a kényszerhelyzetben megint szíveséget kértem tőletek, és ilyen stát. Hogy átszaladtatok. Az történt, hogy hiába volt foglalásod a hoteltól, hiába tudtad ezt csatolni a beutazási engedélyhez, hogy meglegyen, kitalálták, hogy kell neked egy háromszori PCR teszt, az itt töltött két hetes, egy hónapot vagy, de két hétig kötelezően ebben a hotelban kell lenned. Ugyan 82.000 forintért. És csak akkor hagyják ezt az egészet jóvá, hogyha a hotel visszaigazolja. Visszaigazolja, és neked már ekkor csak óráid voltak az induláshoz. Mikor ezt És még a hotel, úgyhogy itt történt az, hogy erre már nem volt idő levelezni, itt nem volt semmi, hívtál minket, a Norbi pattant autóba vagy motorra, nem tudom, rohant át a hotelhoz, szerencsére egy rutinos recepciós talált, egyébként ez egy nagy mázli, mert sok csak széttárja a kezét, és azt mondja, hogy majd holnap a főnöknél. Igen, láttam, hogy egy idősebb hölgy van, meg ez a fiatalabb, és gondolom, akkor az a lényeg az, hogy nagyon gyorsan neked ki kellett volna fizetni a 8000 wattnak megfelelő, ugye 8000 watt körül van ez. Annyi, 82.000 forintba került, igen. A PCR teszt, amit a hotelnak vállalnia kell, hogy ezt megcsinálja. De ami az érdekes most, volt, a szállást abban a pillanatban lehúzta a bankkártyámról, ha egy kicsit több is lett, mint ami hirdeti. Ezt a PCR tesztet nagyon problémázott, te intézted, azt hiszem, ott a így van, hogy azt is a bankkártyáról. Hogy azt is a bankkártyámról húzza le, hát a hotel számlát lehúzza, ezt meg nem húzhatja le. Aranyosok voltatok, hogy felajánlottátok, hogy kifizetitek. Köszönöm a megtisztelő bizalmat.
Igen, itt az történt, ugye, hogy mi felajánlottuk, hogy kifizetjük, és ha sikerüljön a Tájföldre, ha nem, te garantáld nem csak szóban, telefonon azt, hogyha nem is sikerül bejönni, de ez ne fájjon nekünk, hogy mi ezt kifizettük. Aztán végül is ez megoldódott. Sikerült, de nagy nehézségek árán. Kétszeri telefon. A bankkártya számod igen. nekik, és akkor végül is ugyanúgy, mint ahogy a hotelfoglalást levették, így megoldották azt is, hogy a te jóváhagyásodra akkor levegyék ezt az egész dolgot. Na most akkor ezzel zárult le az otthoni olyan ügy az utolsó órákba, hogy megkaptad megkaptad a beutazási engedélyt. Ezzel kapcsolatban egy nagyon fontos kérdésem lenne. Hogy néz ki a beutazási engedély, amit meg is kaptál? Ez egy A4-es papír, vagy az útleveletbe beragasztanak egy papírt, vagy pecsét, vagy hogy néz ki ez fizikálisan? Amit a követség ugye kiállított. Hoztam mindenből egy másolatot. Oké. Ez fényképen akkor valószínűleg ki is fogom nagyítani természetesen ugye a információkat kisatírozom számítógéppel, úgyhogy nem kell takargatni. Hát a nevet azért én kitakarom előre, tehát így néz ki egy. Ezt e-mailben kaptad, vagy fizikálisan? E-mailben, hát este 10 óra lekötted. Ja igen, igen, hát ugye már idősebb volt. E-mailben. Nagyon fasz a gyerek ez a magyar követségen dolgozó fisi. Igen, igen. Ezt már a saját telefonján beszélt velem, a saját e-mail rendszeréből küldte át nekem ezt a dolgot. Akkor olvastam, hogy aznap reggel kapták meg, szerda reggel, az összes külföldi tájkövetség, hogy milyen feltételeket szabjanak a beutazáshoz. Azért húzták ilyen mesterkérten ezt a dolgot, visszadobja ezért, azért, amazért. Nem mertek dönteni, vagy nem tudtak dönteni ők a itteni bankogi jóváhagyás, vagy az itteni egészségügyi miniszter, vagy nem tudom, aki felelős ezért a pokethomokozó játékért, ami itt folyik. De tényleg csak egy játék. Úgyhogy a hál' Istennek akkor így megkönnyebbültem, hát mondom, remélem már több gond nem lesz ebből. A legnagyobb meglepetés a repülőtéren ért, azt hittem, még Magyarországon? Igen, a Felimékettőn. Hogy majd ott mindenféle, a papírok főleg őket is ez érdekelte. A Katárral jöttem, hogy azok a beutazási engedély, meg a szálloda, meg az oltás, tehát meg a akkor pillanat, tehát ki jutott el a repülőtérre, csak mert ugye azért ezt utasoknak csináljuk, ezt a felvételt, és nagyon fontos, hogy ők értsék, hogy folyamatot mindig mi történik. Tehát ki jutott el a Ferihegyi repülőtérre, vitted az összes mindenféle papírodat, meg volt már a beutazási engedélyed, az útleveletbe kaptál-e bármiféle pecsétet a tájföldi követségtől, vagy az nem, semmi, az nem, csak semmi, hoztad, mutattal érvényes, jó, igen. Tehát minden gyakorlatilag itt ezekben igen, a megtaláljátok, nyugodtan nézzétek, ez átfogjuk, és amit használjátok föl belőle, amit gondoltok. Felgeszelbe bele is fogja vágni, kivett nevekkel, dátumokkal, ilyesmivel, hogy néznek ezek ki. Tehát kiértél a repülőtérre, ahol rendesen ugyanúgy bejutottál, mint hajdanán, hogy az igen, ajtó, igen. Tehát nem kellett sorba állni, még és így tovább. Egy tartalék akkumulátort vettem a telefonhoz is, a 20.000 milliamperest, illetve a lányom kértem meg, hogy vegye meg, megvette. És nem lehet csak ezen, nem lehet, ezen. Így van. Na mondom, ezt már rögtön dobja ott a kukába. Fiúk, ilyet én még nem tapasztaltam annak, mikor 19-ben is voltam, akkor minden... De nem is volt ilyen. Ki kellett. Na de annyira átnéztek cipőt levenni, persze. Nadrágszíjat, külön kirakni a műszaki dolgot, a fém dolgot, a nem tudom mit. Föl a futószarragra, zsebit pakolja ki, zsebemből mondom, papír zsebkendő, tehát már tudtam, hogy fém valamit nem, de azt is minden. Na, annyi volt, egész a kapun átmentem, és ez volt a legkellemesebb meglepetés, mondom, bármit be is hozhattam volna. Nem mertem
Tehát a becsekolásod ugyanúgy történt, mint minden, minden. Nagyon flottul. Beszállok kártyát, útlevél ellenőrzésre jutottál a tranzitba, és azt tudom, hogy a tranzitból nekünk érkezett egy telefonunk, hogy egyedül vagy egy tranzitban. Egy fotót tehát is küldtem. Azt hitted, hogy majd ott óriási tömeg magyar lesz, tömeg igen. érkezik Thaiföldre veled együtt. Aztán valószínűleg még oda érkeztek be emberek, tehát egy igen. darabig voltál, te csak gondolod egyedül, aztán utána majd érkeztek emberek, de nem voltatok sokan, vagy aztán sokan lettetek a végére? Igen, nem igen, nem. igen, az 80% fölött volt a gép, amivel biztos, hogy a... Semmilyen preszt nem volt, nem volt nyálmintavétel, semmi, csak a papírok. Semmi. Nem volt a papírokat, viszont leellenőrizték ott is, azt hogy nagyon átnyalaszták, nagyon, minden, igen. Minden megvan, és utána pedig simán felszállt. Azért voltam olyan magányos a reptéren. Nekem küldött a Katar egy e-mailt, hogy nem 3 órával, 4 órával korábban menjek ki. Úgy intéztem a transfert is. Az is egy nagyon jó cég, hasonló a neve, mint a repülőtérnek, évek óta velük intézek mindent. És hát mondom, ez létezik, mondom, hát akkor a pilóta is hazamehet, majd vezetek én. Jönne, de ugye azért akar aztán szállingoztak az emberek. Idegen anyanyelv volt főleg. Igen, tehát, nem is magyarok voltak, Magyarországról indult. Nem, meg aki ázsiai kinézetű, mindent át lehet. De nagyon sok náció volt veled együtt. És akkor elmentetek Dohába, leszálltatok Dohába, volt egy várakozási átszállásod. Átszáll egy kis idő, 4 óra. Cseréltetek gépet természetesen, igen. ugye, mint ez a Covid előtt is volt, tehát nem ugyanarra a gépre szálltál vissza, amivel... Nem, az már egy széles testű gép volt, igen, széles testű gép volt. És még annyit gyorsan hagyj kérdezek, hogy milyen érdekességek történtek veled, egyáltalán történtek-e érdekességek Dohában? Tehát ott is volt valami tesztelés, meg nem. semmi maszk használat gondolom kellett. A repülőn kellett a maszk használat. Igen. Úgyhogy a repülőtéren Magyarországon a Feri 1-2-n is kellett, igen. vagy a Feri 1-2-n nem kellett? Kellett. Hogy kellett-e, én felvettem, mert mondom, már emiatt nem fogok itt maradni. És a gépen ülve is abba kellett igen, volna, igen, vagyis hát igen. Kellett lenni? Igen, a sztyuvik is be voltak ilyen fehér igen. Védőruhába öltözve, ilyen vékony gumikesztyű rajtuk, maszk, és mondom, mindenkinek egyforma egyen szemüvege van. Mikor közelebb jött a sztyuvi, akkor láttam, az egy ilyen plexi műanyag védő szemüveg, tehát félnek attól, hogy örültem Dohának, mert tanulmányoztam, mielőtt odaérek. Mondom, hát ez jobb lesz, mint Bangkok, itt dohányzó helység van. Én a terem az nem érdekelt különösebben, meg úszodam, meg ne. Ez lesz, meg az lesz. Istenem, hogy én mit összebolyongtam ott. Nincs itt a beszállókártyám, pedig eltettem a fenehegyemet direkt azért, ráírta, hogy mit tudom, 35 hát, meg nem, amit kinyomtatott, mert online csekkoltam be én még otthon. Azt elvette, nyomott egy másikat. Kérdezgettem, össze-vissza küldözgettek ezek a arabok, hogy hova menjek, meg minden. Aztán egy nagyon aranyos kis pici csaj volt, egy stewardess, azt tudta az egészet, és valamit ott izé, akkor láttam, aztán ő van ott a beszállásnál, hogy ráírta, hogy D, nem tudom, hanyas kapuhoz menjek, mert a kaput kerestem, és azon nem volt, csak az indulási dátum, még valami, nem tudom mi. Úgyhogy szerettem volna ott azelőtt, mikor jöttem Bangkokba, átöltöztem, levettem a megizzadt mindent, megmosakodtam derékig, mit tudom én. Mégis, hogy érkezzek meg ugye Thaiföldre, nem mindegy. Hát ott nem volt erre lehetőség, legalábbis én nem találtam olyan megfelelő mosdót, amiben tudtam volna így tisztálkodni. Addig elcsodálkoztam ott, hogy ilyen adott nőket ritkán lát az ember ebben a beöltözött csadoros figurába. Azt hittem, hogy a sztyóik is olyanban lesznek, de nem
nagyon csinos volt, amelyik nadrágban volt, ott, amelyik szoknyában, csak egyedül ez a fehér védő öltözet rajtuk van, hát azért félnek a... kellemes volt így az út is. Egy... Tehát megtörtént a beszállásod a nagygépbe, ott is kellett a maszkot használni, mindenkinek. Használták is az utasok, vagy voltak, igen, nem? Igen, használták? Vége fele kezdett már mindenki vadékani. Addigra, hát volt, aki ugye alkoholt fogyaszt, az már lazább volt, főleg az angolok, azokból volt legalábbis angol anyanyelvű emberek. Megkaptad a tájföldi repülő, vagyis a Phuketi repülőtérnek a segítő kis videóját tőlünk. Hasznos anyagnak találtad tényleg? Hogy a csodában, vagy egyébként is teljesen kézenfekvő, vagy... Nem. Kinyomtattam én azért a lányommal ezt, és ilyen piszkozott azt ki is töltöttem, de nagyon jó volt, és ahogy azt elmagyaráztad ott a izébe, használható, és nagyon oké mindenben. Egy magyar lány volt közel hozzám, akivel tudtam beszélgetni. Igen, ő volt az, akinek nem volt transfere. Igen, a transfert, hogy majd küldi a hotel, de nem, téged vártak négyen is. Úgyhogy más ilyen echte magyar, megmondom őszintén, ha lett volna, akkor biztos, hogy a tranzitban, itt Phuketen, mert mikor megjöttünk, azt hittem elvágódok, vagy 200 szék négy sorba. És mindenkinek oda leketül. Én már jelentkeztem akkor nálatok. Ennek a fényképét egyébként látjátok is, mert mindjárt bevágom a videóba, és hogy olyan, mint fényképet készítettél. Tehát a lényeg az, hogy kiszálltál a repülőből, ugyanúgy, mint szokásosan, végig sétáltatok, ugyanúgy, mint szokásosan, meg volt az útlevél ellenőrzés. Nem, semmi. Meg volt a 200 darab szék. Aha, először 200 székre leültették mondjuk a gép. És akkor 12 annyit intett be. Először mindenki akart volna oda nyomulni. Már végén egy rendőrt hívtak, mindenki csak leülni, és itt olyan, úgyis olyan katonás rend van, itt úgy látom, itt látom. És akkor csak akkor mindig intettek, akkor oda lehetett menni. Hogy itt milyen papírmunkát végeznek, ez valami, én el sem tudom képzelni, ez egy borzalom. Megint újra átnéztek mindent, előbb egy pultnál, rendbe találták, lestempliztek. Akkor most ellenőrizték harmadszor a papírjaidat, ugye egyszer a követség, akkor egyszer a Ferihegy 2 repülőtér, ilyen fülkék voltak, egy külön elzárt részbe, azt is rendőr vigyázott ott rá, és akkor lehetett oda menni, és akkor a 80.000 forint egyharmad részét letudták. Annyit csinált, hogy egy részét csak beledugott a óromba, nem úgy, mint Magyarországon. Egy vékony kis pálcikát egy izébe, és ugye mosolyognak ezek a tájok, mindenki mosolyog, mondott valami, kapunk át, és én már mentem a felébe. Akkor a ingemre ragasztottak egy kis cédulát, abból tudták, hogy már, igen, hogy már fertig. Akkor megnézte a vámos, vagy nem tudom, az a tisztviselő, aki a beléptetést intézte, hogy ez megvolt, már ütötte is a pecsétet a belépésre a útlevelembe. Akkor tudtunk kijönni, hát én azt hiszem két óra hosszát vártatok rám. Három is volt az már végére. De később szállt le a gép, tehát nem a... Néztük, igen, egy fél órát késtél. Az egy óra kijutás az még lehet azt mondani, hogy normális. Tehát a Covid is egy óra volt, még az útlevél ellenőrzés is minden megtörtént. Tehát nagyon-nagyon jól tették, hogy adtak nektek székeket, mert azért ugye ez az egy óra alapból, meg még plusz kettő, az már három. És szerencséd volt, mert előtted nem érkezett gép egy jó ideig, úgyhogy ha jött volna előtted egy gép, akkor ez meg is duplázódik. Na de még azért jó magyar szokás szerint azért igyekeztem ezzel a csajjal előre. Úgyhogy még akkor maradtunk volna. Én közben elmondom, hogy kint mi történt, tehát ez idő alatt még te ott voltál, mi történt. Hát ugye, mivel Tájföldön egyfolytában változnak a szabályok, senki nem tud semmit, hogy éppen most mi van. Amit mondtak egy hete, az már rég nem érvényes. Jött egy hangszórós ember,
egy ilyen speakerrel, egy mikrofonnal, egy, mint ez a banyatank, egy olyan cuccot húzott, azt letette a várakozó taxisok, transzferesek, meg mi mögénk, és elmondta tájul, hogy gyakorlatilag mit kell csinálni, mire kell figyelni, és mi történik, amikor kiérkeznek az utasok. Na most itt egy érdekes dolgot, ezt hagyj meséljek gyorsan el nektek. Ugye itt az történt, hogy te kijöttél ezzel a hölgyel, aki ráadásul kettővel melletted lévő hotelba foglalt szállást, és várta volna a tranzitját. Igen. Na most te érted, egy mikrobusz jött ki, egy 12 személyes mikrobusz jött ki. Majd ahhoz lesz egy kis hozzáfűzni való. És a lényeg az, hogy mi szerettük volna megsegíteni ezt a nőcit, hogy hát ha már a hotel nem küldött érte transfert, van hely az autóba, én neked szerettem volna egy kicsit segíteni, hogy igenis tessék megosztani a transferköltséget, tehát ha már elvisszük, hát akkor, hát ne, hát ez így normál, figyelj, akkor is fél áron jutott el, és van transfere, így meg most teljes áron fog eljutni taxival, vagy még drágábban, és nem volt neki. Na most az a lényeg, hogy megtiltották, hogy az azonos géppel utazó, de nem azonos család, beülhessen vele le egy autóba, annyira szigorú rendszabályok. Mert így mutassátok egyet. Na most, hát ez már számomra ott egy megdöbbentés, megdöbbentő dolog volt, hogy ugye ez így történt, és mi ezt már megbeszéltük még Magyarországon, vagyis hát te Magyarországon, én Tájföldről. Hogy mi nem csak kimegyünk el ide a repülőtérre, hanem a Norbi fogja visszavezetni a mi autónkat, és én pedig be fogok ülni hozzád a transferbuszba, és végig beszélgetjük az utat. De hogy kipendelítettek téged? És beszálltam, képzeljétek el, beszálltam a János mellé az autóba, aztán odaszaladt fél puket összes rendőre, hogy mit keresek benne az autóba. Hát mondom, semmit, hát megyünk, szó sem lehet róla, nem lehet ilyet csinálni, hogy mi egy autóba üljünk. Nem tudom, hogy miért, mert hát egyébként ugye le van tesztelve. Lehet, hogy azért, mert 100 kiló felett vagyok, és ez a luxus busz nem bírt volna el. Úgyhogy nem ülhettünk ketten a 12 személyes buszba, vissza kellett ülni a saját autóba, és el kellett jönni utánad a másik autóba. Egyébként ennek a miértje egyértelműen az, ugye, hogy miután elvégezték Phuketen a tesztet, a pálcikást, másodperces tesztet, utána, amiről senki nem beszél, hogy egy napig igenis karanténban kell lenned, amit a szállásodon eltölthetsz. Igen, és ezt senki pillanat. Nem mondta, és ezt még senki nem tudta. Mielőtt onnan kijöhettem volna, két applikációt le kellett tölteni, a telefonra nyomkövetést, hogy... Ezt egy pillanatra itt álljunk meg, ezt hol kérték először ezt a nyomkövetős applikációt? Ott a reptéren, tehát rögtön. A Phuketi repülőtéren. Le is ellenőrizte valaki, hogy megvan-e, vagy csak úgy kellett csinálni? Nem tudtam megcsinálni, mert említettem volt, hogy tájul azt a három szót tudom. És volt ott egy fickó a maximális védőizébe, kesztyűbe, és az már látta, hogy ott kukázok. Szenvedsz, meg a legtöbb ember, és ő tárnyelven, azóta is valamiket néha írogatnak, de olyan szép betűk ezek, nem foglalkozok vele. Úgyhogy igen, még... akkor megvolt most már a nyomkövető applikációd is, ugyanis erre is szükség. Teljes nyaralásod alatt követik, hogy hol vagy. Most még októberig legalábbis ez így működik. És akkor az autó elvitt téged a szállodába. Ehhez még annyi gyors szintén kiegészítés, hogy a reptéren csak olyan autó vehet föl embert, ami szintén rendelkezik az SHA plusz minősítéssel, és csak egy külön parkolóba állhat be, szóval privát taxi vagy sima taxi, mikrobusz nem vehet föl, sőt, hogyha egy ismerősünk jött volna ki, vagy családtag szintén, nem vehettük volna föl őt se, mert neki is kötelező az SHA pluszos autóból eljutni a szállásig, ahol még egy napot nem jöhet neki, illetve azon a napon nem jöhet ki a szállásáról, amíg el nem készül a tesztje, amit a reptéren csináltak, csak utána jöhet ki. Klassz volt, jó, elbeszélgettünk a sofőrrel. A kamerák, bocsánat, le fognak most már merülni a kamerák lassan, nagyon hosszúra sikerült. Még azért gyorsan akkor átváltok. Nem érdekes, hogy jól beszélgettünk, vagy ő beszélni hallgattam, nézegettem. Megérkeztem a szállodába. Segítettek. Mindenbe
De a legnagyobb elképedésem akkor volt, hogy senkivel nem, a csaj is be volt öltözve, a recepciós. És a szobába kell 24 órát tartózkodnom. Hát mondom neki, fordító programmal beszéltem vele. Mondom, több mint 8 órája nem ettem. Mi lesz az ennivalómmal? Nem tudom ezt a vizet meginni, az itteni táj vizet, ez csak lötyök bennem, én szódavízzel szoktam keverni, és az oltja a szomjamat. Mondom, plusz, azóta nem, ezt egy dohányos ember érti csak meg, nem szívtam egy szár cigit se. Kéne egy gyújtó is, meg hogy voltok rágyújtani. Ja. Jó van, készségeskedik a csaj, megrendelek tőle egy rakva szódát, egy Coca-Colát, meg egy öngyújtót. Meg előtte odaadja étlap, kiválasztom, melyik kaját szeretném, de... Tehát azt mondta, hogy semmi gond, hogy te éhes vagy, ő intézi neked a kaját, adott egy menüt, amiből te választhattál, és el... És az nem érkezett meg, csak, de hál' Istennek, hogy rá tudtam már gyújtani, ahol lehetett dohányozni kint a teraszon. Úgyhogy a italok, a hűsítő italok megérkeztek, a kaja nem. Hát azt mondja, nem rendelte meg. Fordított program se olyan tökéletese, hogy... Ezért... Hát mondom, már 8 óra elmúlt este, hát mondom, hát mindjárt fél 9 és... Na most egy pillanatra itt álljunk meg, tehát ők azt mondták neked, hogy be kell menned a szobádba, és a szobádba kell kellene eltöltened az első 24 ami meg nem érkezik a válasz a tesztről, hogy negatív. Aha, tehát akkor nem feltétlen 24 órát, hanem amíg meg nem érkezik. De ő azt mondta, hogy 24 óra. Hát legalább 24 óra. 24 óra. Bebiztosította magát, hogy... Mennyire vették ezt komolyan? Gondolom, ő sem gondolta komolyan, hogy te megérkezel, és majd te bent leszel a szobába, úgyhogy gondolom átmodosították a hotel területére, vagy nem? Mióta a Főnicére feltalálták, azóta sok mindent meg lehet oldani olyan embernek, aki rátermett. Úgyhogy én már akkor a reggel a Nagybutánál jártam. Meg de igazából még maradjunk annál a napnál, tehát amikor megérkeztél, tehát valósan elfoglaltad a szobádat, igen. De ott semmiféle hatóság nem állt az ajtóban, nem menj ki a kertbe, vagy nem menjél ki elszívni egy cigit, de jobbnak tartottad, hogy azért az utcára mégsem menj ki. Igen, pontosan, gondolom. De vélhetően, ha te kimentél volna az utcára, nem szalad utánad senki, hogy haló, uram. Biztos, hogy nem. Na most, hogy látsa a nyomkövetőn, hogy én merre járok. Nem tudom, hogy így van-e. Idáig problémám nem volt belőle, vagy hát és mit tudnak csinálni, deresre húznak, vagy mi a jó Isten. De minden esetre te ezt az első délutánodat úgyis fáradt vagy, eltöltötted bent a hotelba, majdan lefeküdtél és aludni. Itteni idő szerint már 3 órakor felébredtem hajnalba, hát még ez az átállás, ez az 5 óra eltérés, ez borzasztó nehéz megszokni. Most már lassan azért belejövök. Egyedül a hotelon belül annyi, hát ha már reggelizni lemehettem, már gondolom nem akarták felhozni azt is a szobába. Annyi csak, hogy mindig a lázat meg kell mérni egy ilyen állványos az itt egyébként mondom, hogy ahhoz szokj hozzá, mert bárhova bemész, az itt természetes, hogy az összemennyi lévettől kezdve mindenhol, mindenhol fog kelleni csinálni. A jobb kezed már emeled is föl és teszed elé. Ez mindenhol. Nagyon-nagyon hálás vagyok nektek. Olyan barátokra akadtam, hogy ez 11 ezer kilométerre otthontól nem tudom elhinni, hogy ilyen létezik. Az a sok segítség, amit megadtatok, az a bizalom pénzdolgában, ami ugye minden ember azért kényes, meg fél, meg nem tudom, mert reggeteg a szélámos és a linkember. Hogy ti dolgokat meghiteleztetek nekem, transfert, meg felajánlottátok, hogy amíg nem tudok pénzt váltani, adtok nekem költőpénzt, le a kalappal. Ennyit tudok mondani. Nagyon szépen köszönjük. Oké. Gyorsan még egy pár kérdést föltennék, ami érdekelne. Miután a Phuketi reptérről ugye bent a műanyagszékes ellenőrzés, útlevél ellenőrzés után kijöttél, már kint voltál a szabadba, ott láttam, hogy félrevisznek titeket, neked bal oldalra, nekünk jobb oldalra, szintén még egy kis dobozkába. Ott mi történt?
mikor kijöttetek az üvegajtón, és már láttál minket, hogy ott állunk a táblában. Hát a tesztet ott csinálták. Ja, ott csinálták. A műanyagszék után ott még csinálták a tesztet. Igen, ott csinálták a tesztet. Mert bent csak odaadták azt a készletet. Amit ki kell hozni, és azt tesztelik. Igen, ott csinálták a tesztet, és akkor, de még, hát hogy megértem, nem értem, de hát ez van, nem korrekt, a tájokat előre vették. Tehát bent két sorba állítottak, hát a farangot könnyű volt felismerni, azt lögdösték oda. Két sorba állítottak, azok mehetnek, és volt, akinek csak így csinált. Pedig így van, egyébként ez idáig is így volt. Annyit, hogy ez mennyire szép dolog, mennyire nem szép dolog, az egy külön téma, de idáig is hivatalosan is úgy volt a reptéren, hogy van a reptéren útlevél ellenőrzésnél tájsor, és külföldi sor, és a tájsorban nem állhatsz be, mert a külföldi sor legvégére állítanak, ez idáig is így volt, hogy a tájokkal ezért kivételeznek, ez így van. Akkor végül is ott csinálták a tesztet, miután kijöttél, igen, már. Igen, annyit hozzáteszek, ugye, hogy négy fülke volt, igen, igen, az egész repülőtérre. Még közben érkezett egyébként oda mellénk két autó, amit még végig ott voltunk, meg se nyitottak, nem csak odaállítottak. Szerintem azt is észrevehették, de... hogy ez nagyon lassan megy. Igen. Úgyhogy küldtek ilyen csekkoló autókat oda, úgyhogy lehetséges, hogy a mai napon már ezek is ott üzemben vannak, és működnek. Jó, hát akkor is a négy fülkéből lett akkor hat. Még pár dolgot, akkor gyorsan olyanokat tényleg, amik érkező utasokat érdekelhetnek. Tehát akkor most hallottátok Jánosnak a történetét, hogy mennyi papírt csináltatott meg, ezt hány helyen ellenőrizték, és milyen volt az utazása, melyik repülőtéren mi történt. SHA pluszos hotelba kell foglalni, az SHA pluszos hotelból kell, hogy a három darab PCR-tesztet elvállalja a hotel. És nem felel meg a bookingcom-os foglalás. Ebben figyeljük az, hogy SHA hotel, no, SHA plusz, utólag tették oda a pluszt, és megint kezdődött minden előről. Hát ez egy kérdelenség. Akkor addig igazából a hotel szobában kellene tartózkodnotok, ameddig meg nem érkezik a repülőtéren levett ismételt teszt, és onnantól kezdve pedig lehet nyaralni, jönni, menni. Viszont két hétig ebben a hotelban kell, hogy legyen a foglalás. És nem mehetsz ki Phuketről? És Phuket-szigetét nem hagyhatod el. Két hét után fog lejárni, ez viszont az utasoknak a 99%-át már nem érdekli, hiszen nem tudnak egy hónapra jönni, mint te vagy több hónapra, de ha valaki mégis július 1 és október között jönne, akkor azért azoknak elmondom, erre hogy készüljön. Két hét után el lehet hagyni az SHA pluszos hotelt, át lehet foglalni bármelyik hotelba, akár a magyar szállodába, akár bármelyik másikba, sőt, mi több, ki lehet menni Phuket-szigetről, el lehet menni világgá itt az országon belül. Olyat is olvastam, ez függ attól is, tehát változhat itt, ahogy idáig is változott óráról órára, meg napról napra, hogy mennyi lesz a fertőzött emberek, tájemberek száma. Mert a legtöbbje csak egyszer van beoltva, nagyon kevés része kapta meg a második oltást. Sokan idegenkednek tőle, olvasok én, hogy ezek a büdös farangok ide jönnek, hozzák a betegséget, nem tudom, amiket itt egymás közt a Messengeren, meg nem tudom, a Facebookon, amit írogatnak, hogy ez attól is függ, a miniszter azt mondta, ez a párrágyújt, vagy nem tudom, hogy valami ilyesmi, a Hapsinak, hogy közben állandóan nézik, de látom is ilyen táblázatokat, hogy melyik tartományban mennyi a fertőzött, mennyi a haláleset. Úgyhogy ha megugrik a fertőzöttek száma, akkor abban a pillanatban bukik ez a miniszter, helyette más is. A sztori a következő, tehát amikor azt kimondták, hogy Phuket lesz az első tájföldön, ami megnyithat júliusban, és egészen októberig csak Phuket lesz, akkor az összes turisztikai tartomány, ugye Chiang Mai, Pattaya, Koh Samui, stb. Azok elkezdtek ráfűzni kőkeményen, hogy mi ez a kivételezés, hogy csak Phuket teheti ezt meg. Igenis, mi is akarunk nyitni, és igenis. Na most ezt nem engedték meg nekik. Na most abban a pillanatban átfordult minden, hogyha ők nem nyithatnak meg, akkor átálltak arra az oldalra,
hogy Phuket fogja visszahozni a fertőzést. És elkezdtek fenyegetőzni, hogy tönkre teszik Phukettel az ő országukat. Tehát ha nem nyithatunk meg, akkor legyünk ellenség, akkor legyen ellensége mindenki Phuketnek, és támadjuk Phuketet. Na most elszámoltattak itt vezetőket, hogyha itt Phuketen ez vagy az történik, és visszajön a fertőzés, akkor az az ő felelősségük lesz. Úgyhogy meg voltak szorongatva az emberek, és kitalálták azt, hogy akár az egész nyaraltatást októberig visszamondhatják. Tehát egyáltalában nem biztos, hogyha valaki foglal most július végére vagy augusztusra, hogy az valóban eljöhet, úgyhogy most mindenki rettegjen attól, hogyha véletlenül újra felüti a vírus a fejét Phuket szigeten, akkor azt már itt nagy dolgra fogják verni. Nagy dobra fogják venni, nem tud mit csinálni a hatóság, azt fogják mondani, hogy jó, legyen rend, ezért akkor inkább vissza az egész, és legyen az az, az, az ígért októberi nyitás, ami volt. De most nem tudom, mennyi időnk van még, egy pillanat, bocsánat. Az a fontos, amit ti kérdeztek. Vagyok. Nem az a fontos, az a fontos, amit az utasok tudni szeretnének. Tehát, igen, tudni szeretném, mikor jöhetek ide? Két heted ott lejár, és jöhetsz, jöhetsz át hozzánk, így van. És mehetünk Phuket ide, oda. És mindenhova lehet menni, így van. Az előző szabály egyébként az volt, pont tegnap mondtak Magyar TV-ben, hol volt ez? Magyar híroldalon volt, méghozzá mai hír. Mai hír, még ott tartanak szegények, hogy egy hétig kell Phuketen belül lenni, egy hét után lehet menni mindenhova, nem lehet menni sajnos sehova. Ezt egy elég nagy híroldal hozta le Magyarországon, ami nagyon-nagyon téves információkat közölt a mostani beutazási feltételekről, úgyhogy ezeket kérjük fenntartással kezelni. Körülbelül az egy hónappal ezelőtti híreket mondták be most Magyarországon friss hírnek, úgyhogy azóta itt már minden megváltozott. Arról volt szó egyébként, jól mondja, aki ezt írta, nagyon jól mondja, csak ez két hónappal ezelőtti sztori, ugyanis akkor volt az, hogy csak egy hétig kell Phuketen lenni, egy hét után lehet menni mindenhova, sőt, mi több, az ötödik naptól lehet programozni, egynapos programozni, Phuketet elhagyó programokról beszélünk most, tehát mégiscsak el lehet menni egy hét alatt is az ötödik napon Phuketről, ez volt a régi. Ha például valaki Pipire, James Bondra, Krabira, Racsa-szigetekbe, bárhova el akar menni, akkor az a hajós programokban a tartományból kiléphet, hiszen ellenőrzött helyen van, viszik, és hozzák, nem tud elúszni a tengeren máshova, ez az ötödik napon ez mehet. Ez ilyen valóban volt. De ez volt. Egy fegyenc járat. Jó, ez hát való... ilyen nem. De, hát ez valóban volt, csak nem most, hanem régen. Tehát amit most bemondtak Magyarországon, vagy elmondtak Magyarországon, az egy nagyon régi dolog volt. Úgyhogy itt most tényleg ki kell várni az egy hetet, két hétig Phuketen belül mozoghat, Phuketen belüli programokra el tudsz menni, mindenhova a szigeten el tudsz menni, de szigetről való kilépés Thaiföld bármely irányába meg kell, hogy történjen a két heten. Szerencsére Phuketen van annyi látnivaló, annyi part, annyi hely, annyi lehetőség, hogy mint ahogy ma fönt voltatok a Big Buddhánál, holnap elmentek egy vízeséshez, aztán a egy másik vízeséshez. Nekem 7 év szerencsék. Jó sok. Úgyhogy ha ennyi volt a riport, fiúk, szeretném nagyon, még egyszer nagyon szépen megköszönni nektek. És az utasok nevében Jánosnak nagyon köszönjük. Segítséget, amit kaptam tőletek. Mi pedig azt a segítséget köszönjük, amit megosztottál azokkal az emberekkel, akik bizonytalanok, hogy jöjjenek, én is akkor lennék boldog, ha egy csomó turista lenne, élet lenne, hát nagyon halott így, a rengeteg bolt bezárva, minden. Hol a nyüzsgés, a mosolygó emberek. Mai napon nyitottak meg egy fesztivált, mi mosolyogtuk ezt reggel, hogy szerintünk János tiszteletére, mert más turista nincs Phuketen. Úgyhogy nyitottak neked egy fesztivált. Oké. És fiúk, szeretném, ha
ti is viselnétek a kapszt. Igen, és nagyon köszönjük szépen, a kalapokat. Igen. Csak ezt a szerény ajándékot tudtam, mert az utolsó pillanatokra maradt minden, és a feleségem loholt érte, és nem tudom mondani. Mégis valami olyan dolgot, ti nem tájok vagytok, hogy pénzt kell ajándékba adni, meg nem tudom, mit adjuk ugye az ajándék. Ez olyan dolog, ami talán képvisel nagyon benneteket. Köszönjük, és a hazánkat is. Biztos, hogy használva lesz. Nagyon szépen köszönöm. Még köszönjük egyszer. Szépen. Köszönünk akkor tőletek. Sziasztok. Sziasztok. És várunk mindenkit.